Az elmúlt napokban a Körösök vízgyűjtőjében 4-8 mm közötti csapadék hullott. Ennél magasabb értéket csak a Románia hegyvidékei területén fekvő vízgyűjtőben mértek, megközelítőleg 20 mm-t. A lehulló csapadék és a melegedésnek köszönhetően lassú olvadás következtében a folyók a Fekete-Körös felső szakaszának kivételével enyhe emelkedésének tendenciája folytatódott. A készültségi szintet azonban egyik vízrajzi állomásnál sem érte el a folyók vízszintje. A belvízképződés ellenben jelentősebb mértékben fokozódott. A belvízképződés fokozott volta, azt jelenti, hogy a belvízi védelmi szakaszaik közül 80 jelen pillanatban készültségben, 4 első fokú készültségben van, 4 pedig másodfokúban, azaz ott 2 műszakos éjjel-nappalos üzem folyik. A tegnapi nap folyamán szivattyú telepeink mintegy 1,5 millió köbméter vizet emeltek meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk 100 futballpályára egy 3 méter vastag víztakarót borítottunk. A vízügyi igazgatóság nem csak a bel- és árvízvédelemmel foglalkozik, hanem a víztárolásával is, gondolva a későbbi aszályos hónapokra. Erre a célra 5 alkalmas belvíztározó áll rendelkezésre, melyekben jelen pillanatban 2 millió köbméter vizet tárolnak. Idén a hegyekben sem keletkezett veszélyes hómennyiség, eddigi lefolyásuk fokozatos ütemben zajlott, nagymértékű áradásokra ezért nem kell számítani. A hegy- és dombvidéki hóborítottság szerény mértékű. A 7-800 méter alatti régióban ott alig vastagabb a hótakaró, mint itt nálunk a síkságon. A magasabb hegyvidéken ott jelentősebb. A Vigyázon 20 cm körén, a hó Biharfüreden ott viszont 54 cm, de ezek a magasabb régiók, tehát viszonylag kis víztömeget képviselnek. Az eddigi lefolyásuk rendezett volt, és árvízvédelmi készültség alatti szinten tudtak lejönni. Az elkövetkezendő időszakban rendhagyó időjárási körülményekkel nem kell számolni. Az éjjeli órákban is csupán néhány fokkal fagypont alatti hőmérsékletre számíthatunk. Napközben viszont 0 fok feletti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Előrejelzések szerint az elkövetkezendő 10 napban lehűlési periódus lesz. Itt a mélypontok azok mínusz 4-6 fok körül várhatók, napközben ilyen 2-3 fokos plusz hőmérsékletek vannak jelezve. Ez azt vetíti előre, hogy a belvízképződés, az árvízi lefolyás vagy a folyók lefolyása némileg csökkenni fog, majd hogyha jön a felmelegedés, ez egy kicsit természetszerűen visszaáradásokat, illetve belvízszaporodást fog okozni. A decembertől napjainkig terjedő időszakot tekintve számottevő csapadék nem hullott. Ez az érték megközelítőleg 40 mm között mozgott. Így az állapítható meg, hogy a talajfagy elmúltával a víz különösebb gond nélkül el tud majd szivárogni, a földek pedig viszonylag hamar művelhetővé válnak majd.